Köszöntöm nézőinket! A Sopron Televízió szerdai híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket! Túl zsúfoltság az iskolák előtt. A rendőrség fokozottan van jelen az intézményeknél. Invázió. A hideg elől menekülő poloskák lepték el a házakat. És késői szüret. Szokatlan, hogy október közepén már a késői fajtákat szüretelik. Nagy a zsúfoltság az iskolák és óvodák környékén. A dugók csökkenthetők lennének, ha időben és jól megtervezett útvonalon indulnának el a családok. A sok szabálytalanság miatt a rendőrök fokozottan vannak jelen az iskolák környékén, becsengetés előtt és kicsengetés után. Az iskolánk előtt a Virág utca, Botond utcai bejárat, illetve az óvodától egészen így az iskola előtti tér itt az, ami rendkívül bonyolult. A Halász utcát mutatja Sipos Ferenc, a Petőfi Sándor általános iskola és alapfokú művészeti iskola igazgatója. Itt reggelente, valamint délután nagy a zsúfoltság. Az iskolák előtt zömében reggel, illetve fél nyolc és nyolc között, illetve 3 és 4 óra között jelentkezik egy erősen megnövekedett forgalom. És hát nagyon nehéz a szülőknek az iskolák elé jutni, és ezt ugye nem segíti az, hogy szabálytalanul parkolóautók vannak, megállnak az autók, nem csak a szülők, hanem mindenki tulajdonképpen az egész városban megállni tilosban, nem parkolóhelyen parkolva, és így balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki, amit természetesen már mint a balesetet szeretnénk elkerülni. Az igazgató szerint sokat segítene a helyzeten, ha időben indulnának el a családok az iskolákba, óvodákba. Sokfajta megoldás van. Egyrészt mi az iskola felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a közlekedésben mit tartanánk fontosnak, illetve hogy hogyan jöjjenek az iskolába. Lehetőleg az autót váltsák ki gyalogosan vagy kerékpárral, nagyon sok gyerek jár rollerrel is egyébként, hogy induljanak el időben. Tehát igenis rá kell számolni azt a 15-20 perc pluszt ma Sopron közlekedésében, korábban el kell indulni, hogy időben ide érjenek. A kialakult helyzetre az is megoldást jelentene, ha a nagyobbak már busszal járnának iskolába. Ez nem okozna plusz költséget sem, mivel a Sopronban tanuló gyerekek ingyenesen kapják a bérletet. Itt a Gárdonyi Géza általános iskola előtt még súlyosabb a helyzet iskolakezdés előtt, valamint kicsengetés után. Az intézmény igazgatója azt kéri a szülőktől, hogy legyenek körültekintőek. Semmi más nem tudunk tanácsolni, illetve kérni, hogy egyrészt, ha autóval jönnek, akkor körültekintőbben közlekedjenek, tartsák be a kreszt, ne tolakodjanak, ne dudáljanak, próbáljanak a másikra is figyelni, hisz ő is ugyanilyen cipőbe jár. Varga Alfréd, az iskola igazgatója úgy látja, csökkenthető lenne a forgalom, ha a környező utcákban állnának meg a szülők. Mi csak tanácsolhatjuk az iskola, vagy kérhetjük a szülőket, hogy nem kell a lépcsőig hozni autóval a gyermeket, a gyerkőcöt, meg lehet állni a környékbeli utcákkal, külön ajánljuk a Selmeci utcát, onnan 75 métert kell sétálni, és ide tudnak érni. Hála Isten, van akiknél ez megfogantatásra talál ez a kérésünk. Találkoztam már ilyen apukával, büszkén mondta, hogy ő akkor ezt betartja. Nem tudunk mit tenni vele, nem tudunk mit kezdeni. A probléma túlmutat azon, hogy később érkeznek az intézményekbe a gyerekek. Sok a szabálytalankodó, aki balesetveszélyes helyzetet teremt a közlekedésben. Információink szerint a rendőrség október 1-től fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzés sorozatot rendelt el. Ennek keretében kiemelten figyelik az iskolák környékét becsengetés előtt és után, és szankcionálják a szabálytalanságokat. Soproni turisztikai szakemberek is jelen voltak a fővárosban rendezett Turizmus Summit 2018 konferencián. A rendezvényen mutatták be hazánk új országmárkájának teljes arculatát és a WOW Hungary szlogennel induló nemzetközi kampány részleteit. A márka kialakítása már nyár elején elkezdődött, amikor a turisztikai ügynökség nyílt pályázatot hirdetett Magyarország logójának és szlogenjének megalkotására. A projektről Sopronban tartott sajtótájékoztatót a Magyar Turisztikai Ügynökség.
Az elkészült kisfilmben városunk több híres eleme is látható. A történelmi belvárost, a tűztornyot és a fertőtájat is felismerheti benne a néző. A keddi Turizmus Summit konferencián részt vett dr. Fodor Tamás polgármester is. Poloskák lepték el a házakat és lakásokat országszerte. Ezek a rovarok emberre nem veszélyesek, növényi nedvekkel táplálkoznak, és csak a hideg elől menekülnek be a meleg lakásokba. A rovar másik fajtája, az ágyi poloska azonban már rendkívüli kellemetlenségeket okozhat. A poloskák ilyenkor telelőhelyet keresnek. A poloskák felbukkanása az emberek közelében késő ősszel természetes folyamat. Ilyenkor a rovar több fajtájával is találkozhatunk, főleg a nyílászárók környékén. A Nyugat-Dunántúl bizonyos szempontból különleges terület, mert nálunk nagyon sok a fenyő. A városokban is sorfaként is használunk, például Szombathelyen is híres a fasor, de itt Sopronban is nagyon sok fenyőt lehet közterületeken megtalálni, ahol most a nyugati levéllábú poloska nagyobb mennyiségben található meg, ez egy inváziós faj, ami Észak-Amerikából származik, és a tobozokban a magokat károsítja. És ezek a poloskák ebben az időszakban telelőhelyet keresnek. Ezek a poloskák nem veszélyesek, és az első fagyok beköszöntével megszűnik az inváziójuk. Viszont a rovar egy másik fajtája, az ágyi poloska, komoly kártevőnek minősül. Általában az ágy környékén található meg, illetve a képkeretekben rejtett életmódot folytat, éjszaka keresi a táplálékot, vérrel táplálkozik. Járványveszély nincsen, hiszen fertőző betegséget nem terjeszt és nem is visz át, ugyanakkor a csípise az nagyon kellemetlen lehet, tehát másodlagos, a vakarás következtében másodlagos fertőzés bekövetkezhet. Ez ellen úgy védekezhetünk, egyrészt, hogy nincsen ágyi poloskánk, hiszen akkor csípés sincs. Az ágyi poloska hosszan elél, és ha általában használt bútor, használt ruhával tudjuk bevinni a lakásunkba, illetve a tömegközlekedés során. Az ágyi poloskák elleni védekezés legjobb módja az aktív porszívózás, nem csak a földet, hanem az ágyat, a kárpitozott területeket, a falakat, szegélyeket is meg kell tisztítani. Ha itt sem bírunk a rovarral, hívjunk szakembert. Késői szüretet tartanak a soproni borvidéken. Évek óta nem volt arra példa, hogy ilyen mennyiségben, ilyen minőségű késői szőlő maradjon a vesszőkön. Idén minden körülmény adott volt ahhoz, hogy kiváló minőségi késői szüretelésű borok szülessenek. A szokatlanul meleg őszi időjárás és a nagy mennyiségű termés miatt a borászok kitűnő évjáratra számítanak. Nem ritka, hogy október közepén szüretelnek a fertőtó környéki dombokon, az viszont annál inkább szokatlan, hogy ilyenkor már a késői szüretet tartják a gazdák. Ennek az az oka, hogy idén a szőlő legalább 2-3 héttel korábban érett meg a szokottnál, így az utolsó szőlőfajta, a zenit szedése is már október elején megkezdődött. Molnár Tibor borász azt mutatja, mitől lesz az ebből készült bor különleges. A különlegesség a szőlőnek, hogy egy túlérett fürtről beszélünk, túlérett alapanyagról, ahol vannak töppet, és már-már aszusodó szemek, aszus szemek is, és hát ugye ez adja meg a pikantériáját, a különlegességét ezeknek a fürtöknek, ennek a termésnek, és ebből sikerül majd valószínűleg egy édesbor különlegességet készíteni. A soproni borvidéken az időjárás nem minden évben teszi lehetővé, hogy késői szüretet tartsanak a gazdák. Ráadásul ez igen kockázatos is, mondják a szakemberek, mivel ilyenkor a fent hagyott fürtöket a madarak is szívesen megdézsmálják. A késői zenitből különleges bor készül, ez az eljárás is eltér a szokásostól. Az elkészítése abban más, ugye, hogy később szüreteljük. A készítésben is van egy különlegessége az, hogy 2-3 éjszakán át héjonáztatjuk az alapanyagot, hogy a meglévő épp bogyók levében gyakorlatilag jobban kioldjuk ezeket a speciális aszus, illetve többet szemeket. A soproni borvidéken a zenit szüretelésével véget ér a szüret. A borászok ezután a pincékben folytatják a munkát. Ebből a késői szőlőből készült bor például csak 1-1,5 év múlva kerül a palackokba. Sopron környékén is több gyümölcsfa kivirágzott. A szakember szerint a különleges folyamat a felmelegedés miatt elhúzódó ősznek köszönhető, és rendkívül legyengíti a fákat. Itt is látni a videón, hogy a természet furcsa dolgokat produkál.
egy virágzó almafát bemutató videót, tanulmányoz a kertészetvezető. A szakember szerint az elhúzódó nyárnak köszönhetően előfordulhat, hogy a gyümölcsfák szirmaikat bontják késő ősszel. Nem példanélkül, tehát a korábbi években is tapasztaltunk már ilyet, illetve láttunk ilyet, ha elhúzódik a nyár. Ugye gyakorlatilag ez a késő nyári időjárás itt az őszben produkálhat ilyet a növényeinknél, főleg azoknál, amelyek korán elveszítik lombjukat. Gyakorlatilag a növényeink egy nyugalmi időszakot érzékelnek, mint ha beköszöntött volna, és ezáltal újból hajtásnövekedésbe, illetve virágzásba kezdenek. A késői virágzás következtében a fák jelentősen legyengülnek. A szakember szerint ez azért veszélyes, mert így kevesebbet teremnek majd, és csökken a védekező képességük is. Ez a hajtásnövekedés, illetve virágzás ilyen késő ősszel növény számára egy energia ráfordítást igényel, ugyanúgy, mint tavasszal. Azonban ja, beköszöntenek a fagyok, ezek a virágok természetesen le fognak hullani, és következő évben gyakorlatilag egy legyengült növénnyel állunk szemben, fogékonyabbak lesznek az egyéb betegségekre is, kártevőkre. A folyamat ellen jelenleg nem lehet védekezni. A vezető szerint az őszi virágzás a felmelegedés miatt egyre gyakoribb lesz, és a következő évtizedekben komoly kihívás elé állítja majd a szakembereket. Nem sikerült jól Babos Tíme a idei utolsó egyéni versenye. A 250 000 dollár özdíjazású luxemburgi nyílt teniszbajnokságon egy kanadai ellenféltől kapott ki 6-4-6-2-re. A korábbi wimbledoni döntős kanadai pontosabban játszott, és az utolsó gémben nem veszített labdamenetet adogatóként sem. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd Szerda Este című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió szerdai híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön gomoly felhők takarhatják el a napot, azonban hosszabb, rövidebb napsütéses órákra számíthatunk. A légmozgás nem lesz jelentős, a hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul majd.